Pannon Televízió híradóját látják, jó estét kívánok! Ma október 12-e van Miksa és Rezső névnapja. 113 éve leleplezték Fadrusz János Mátyás király szobrát a kolozsvári főtéren. 2003-ban Mihály Schumacher 6. világbajnoki címét szerezte meg, amely rekordnak számít a Forma 1 történetében. 120 éve meghalt Szarvas Gábor nyelvész, a magyar nyelvművelés megteremtője. Most pedig következzenek a nap legfontosabb hírei. Megkezdődött az idei fűtési szezon, a korai hideg miatt idén korábban indult be a távfűtés Szabadkán. 2015 végéig várhatóan megnyitják a csatlakozási tárgyalások fejezeteit Szerbia és az Európai Unió között. Csütörtöktől hétfőig valamivel több mint 20 000 migránst regisztráltak a dél-szerbiai Preševóban. Idén korábban kezdődött meg a szokásosnál a fűtési idény. A korai hideg miatt egyre több háztartásban gyújtanak be, illetve indítják be a gázzal vagy árammal működő fűtési rendszert. A szabadkai távfűtőművek nagyobb fennakadás nélkül kezdte meg a hőszolgáltatást a városban. A hideg idő beköszöntével egyre több kémény eregeti a füstjét. Sokan azt mondják, hogy még mindig szilárd tüzelőanyagokkal éri meg a legjobban fűteni. Akkor nincs itt csutkával. Rüzsével és csutkával gyújt be a szabadkai Juhász Antal. Miután fellángolt a tűz, szárított szénnel erősíti meg. A jó szigetelt 120 négyzetméteres házban egész télen meleg van, körülbelül 50 ezer dinárból. Minden évben időben bekészíti a tüzelőt, és előkészíti a kályhát a szezonra. Szeretem mindig április-májusban legkésőbb, hogy benne legyen a szén, száraz legyen, közben csutkát is, mert csutkával is, szénnel csutkával fűtünk, és utána kazánt, most mielőtt nem kezdtünk fűteni, leellenőrizni a víznyomását, kilevegőztetni, elsőbb utána tőteni, utána kilevegőztetni, és így sorba. Pásztor Ferenc a gázfűtés mellett döntött. Azt mondja, ha jól leszigetelik a házat, és odafigyelnek a fogyasztásra, ez a fűtési mód sem sokkal drágább, mint a tüzelés. A téli hónapokban mintegy 10 000 dinárral több gázszámlát kap, mint különben. Az utóbbi egy évben én úgy tudom, hogy körülbelül 20%-ot csökkent a gázára. Hogy miért érdemes fűteni? Hát nem azt mondom, hogy megéri. Legjobban az éri meg, hogyha a ház el van szigetölve. Tehát maximálisan házat el kell szigetölni. Úgy a padlásteret, úgy a falakat, ablakok, ajtók, nyílászárók, hogy tökéletesen zárjanak, és én akkor azt hiszem, hogy egy normális, kvalitétos fűtést tudunk biztosítani. A szabadkai háztartások mintegy egyharmada a távfűtő művek szolgáltatásait veszi igénybe. A korai hideg miatt idén korábban, már október 10-én megkezdték a hőszolgáltatást. Mi 10 500 lakást látunk el hőenergiával, a fűtési évad az beindult, mondhatjuk, hogy aránylag gond nélkül, aránylag simán megkezdődött. Az igazsághoz beletartozik, hogy fölkészültünk, volt elég idő, amikor a meteorológia pontosan előlátta, hogy mikor lesz a lehűlés, és a vasárnapi erős lehűlésnek kapcsán mi pénteken megkezdtük a fokozatos fölkészülést, úgyhogy a terv szerint tényleg vasárnap már az egész város megkapta a hőt. Az idei évtől a közvállalat visszatér a kettős díjszabású rendszerre, így a lakosok ismét egy fix és egy változó részben fizetik majd egész éven keresztül a télen elfogyasztott hőenergiát. A háztartásokban továbbra is népszerű az elektromos árammal való melegedés. Ha észszerűen használják, relatív olcsón tudnak villannyal melegedni a családok. A fűtési idény elkezdődött, de sok nagybecskereki és muzsiai családban még nem tudják, hogy mivel és miből biztosítják majd a meleget. A muzsiai Tápai Szilveszter munkanélküli. Feleségével és 5 gyerekükkel idénymunkából, gyerekpótlékból és szociális segélyből él. A napokban épp almaszedésből kerestek egy keveset. A diófájukról levágott néhány száraz gallyal várják a telet. Szükesen, ha olyan tél lenne, mint tavaly, körülbelül 5 kubik szükesen ki lehet húzni. Csak ha nem lesz erősebb.
Felesége egy nagybecskereki autóvillamossági gyárban dolgozott. Tavaly többen magával felmondást kapott. A kubodéják az én, mert úgyse tudom, hogy ide szelolsz. És pogató, nem van kupátról, pa moram, da, ovaj, ložim, da bi deco kupala. To onak treba malo jata da se založi, da bi bila topla. Ali ja nisam u mogućnosti da kupim drva ili uganj. Dok sam radila, od Karita sam dobila kubik, dva, i onda sam ja dokupila još od moje plate, sam dokupila da imamo za zimu. Ali sad, ove godine, ne imamo čega i ne znam kako ćemo. A muzsiai Keszég Mária 4 gyereket nevel a férjével, mindketten munkanélküliek. Szociális segélyből és a 3 gyerek után kapott gyerekpótlékból élnek, ami a mindennapi megélhetésre sem elég. Amennyit tudtunk, beszereztünk fát, ami a tüzelő képességet jelenti, ez kevés ahhoz, hogy a telet kihúzzuk. A gyerekek azok még aprótkák, a legkisebb az ilyen óvodás, a többiek azok ilyen elsőtől hetedikig terjedő korosztály. A nagybecskereki püspökségi Caritas területén egyre nagyobb az igény a tüzelő iránt. 3-4 évvel ezelőtt még úgy kellett összeszedni azt a 90-100 családot, amelyeket tűzifával segélyeztek. Tavaly már túljelentkezés volt. Napról napra most is újabb és újabb családok jelentkeznek, hogy nagyon nagy szükségük van tüzelőre. Természetesen nem tudunk mindenkinek az igényét kielégíteni, és van egy olyan, most már egy olyan 130-140 családból álló listánk. Ezek igazából azok a családok, akik nagyon rászorulnak, ahol családban több gyerek él, és a szülők legnagyobb része, tehát legtöbbször az egyik, a másik szülő is munkanélküli. A Caritas a következő napokban családonként 1-2 köbméter tűzifát oszt ki Nagybecskerek és Múzsia területén. Szükség is lesz a tűzre valóra, hiszen csípős hideg, délnyugati szél, időnkénti csapadék várható a következő napokban. Télies időjárással érkezett az ősz Észak-Vajdaságba. A következő napokban is marad a hideg idő. Pontosan egy évvel ezelőtt, október 12-én 26 fokot mérhettünk a déli órákban, most viszont mindössze 7 fok van. Az éjjeli órákban 0 fok körül süllyedt a hőmérő higanyszála, felmelegedésre csak a jövő hét közepén számíthatunk majd a meteorológusok szerint. Ezekben a napokban 19 és 23 fok körül alakul majd a hőmérséklet, az esernyőt azonban ne hagyjuk otthon az elkövetkezendő 10 napban. Előkerült a téli kabát, néhányan sapkát és sállat is húztak, mielőtt útnak indultak hétfő délelőtt. Sokan így védekeznek a hirtelen jött hideg ellen. Igen, fel kell öltözni. Ennyi. Aki nem öltözött fel rétegesen, az gyors léptekben igyekszik vissza a meleg otthonába. Én csak a nyugdíjra szaladtam be, már hogy szaladok is. Fázok most, és nem szeretek sok mindent magamon. Akadnak olyanok is, akiket nem érte váratlanul az októberi lehűlés. Számukra felüdülés a hideg a nyári forróság után. Inkább szeretem a hideget, mint a nagyon meleget. Az időjósok szerint a következő napokban is marad a hideg idő térségünkben. Helyenként csapadékra is kell számítani. Magyarországon már az első hó is leesett a mátrai Kékestetőre. Szerbiában várhatóan csak november elején boríthatja hó a Kopernikot. Nincs árvízveszély a Vajdaság Vizei Közvállalat által felügyelt területen, mondják a vállalat illetékesei. A folyók vízszintje jóval alacsonyabb annál a veszélyküszöbnél, amikor védelmi intézkedéseket kellene foganatosítani. A belvizektől való csatornahálózat képes megbirkózni a napokban esett csapadékmennyiséggel. Egyelőre nincs sok aggodalomra, de a Vajdaság Vizei Közvállalat árvízvédelemmel megbízott szakmunkatársai folyamatosan figyelik a helyzet alakulását. Kenyér nélkül maradhatnak holnaptól Újvidék legjelentősebb intézményei, ugyanis ma 11 órától az újvidéki Chleb vállalat munkásai általános sztrájkba léptek. A dolgozók azt követelik, hogy kifizetetlen úti költségüket és elmaradt bérüket a cég azonnal utalja át számlájukra. A jelenlegi álláspont szerint holnaptól már csak az óvodák és a kórházak fognak majd kenyeret kapni itt Újvidéken, illetve a Chleb cég által kijelölt legfontosabb intézmények. A sztrájkba lépő munkások 11 órakor azonban azt mondták, ha a nap folyamán nem történik valamilyen változás az ügyükben, akkor akár még ezeknek az intézményeknek sem fognak szállítani tovább kenyeret. Ami a
A hlebvállalat munkásai fél éve nem kaptak úti költséget, összesen 5 millió dinár járna nekik. A múlt pénteken fejenként 10 ezer dinárt utaltak át számukra, ám ez messze nem az az összeg, ami megilleti őket. Ezért a cég 100 dolgozója 11 órakor általános sztrájkba lépett. Dok ne isplati putne troškove, tako je dogovor bio, kad isplati u celosti putne troškove, mi ćemo nastaviti da radimo. A za plate ćemo se dogovarati u hodu, što bi rekli, lešcimo neki tempo isplate na svaki 10 dana da nam pušta po deo plate. Jer mi smo ograničeni. A hleb dolgozóinak fizetése a minimálbér körül mozog. A legnagyobb bér 27 ezer dinár. Az utóbbi fél évben keresetüket csak időnként, elmaradva is részletekben kapták. A hleb igazgatója szerint a mostani helyzet azért alakulhatott ki, mert a cégnek sok az adósa. Sok ügyfél nem fizet rendszeresen, így az utóbbi években kénytelenek voltak több intézményt is beperelni. Mi naplaćujemo u proseku na 120 do 150 dana. A sve naše obaveze su tu negde do 30 dana, pazite. Vi radnike morate platiti 30 dana po obavljanju poslova. Vi morate energiju platiti isto u tako tom roku. Niko vam od dobavljača ne da sirovinu na neki duži rok od 30 dana. I tu se javlja jedan veliki raskorak gde vam trebaju ogromna obrtna sredstva da biste mogli normalno da poslujete. Hétfőn a munkások még az előírások szerint kiszállították a kenyeret, 11 órától azonban csak néhány ember tart ügyeletet minden részlegben. Kettől várhatóan a legtöbb intézmény már kenyér nélkül marad Újvidéken. A Nemzetközi Valuta Alap csak azt követően dönt majd az állami bérek és nyugdíjak esetleges emeléséről, hogy elkészül a jövő évi szerbiai költségvetés tervezete, jelentette ki Nebojša Savić. A Szerbiai Nemzeti Bank tanácsának elnöke az RTS-nek elmondta, ha úgy becsülik, hogy fenntartható a bevételek növekedése, akkor lesz lehetőség az emelésre. Hozzátette, az IMF-nek a szerbiai reformokkal kapcsolatos elismerése jelentős, amennyiben az eddigi tapasztalatokhoz hasonlítjuk ezeket. Szerbia arról volt ismert, hogy éppen akkor áll meg, amikor lendületet vettek a reformok. A reformoknak újabb lendületet kell venniük, és fenntarthatóaknak kell maradniuk. Ez az, ami eddig hiányzott, magyarázta Savić. Lesznek előrehozott parlamenti választások Szerbiában, vagy nem? Erről cikkezik már hetek óta a szerbiai sajtó. A miniszterelnök ma Jagodinában azt mondta, hogy mondhat bárki bármit, csak az ország érdekeit tartja majd szem előtt, amikor eldönti, legyenek-e rendkívüli választások. 2014. márciusában tartottak legutóbb parlamenti választást Szerbiában. A szerb haladó párt és szövetségesei nagy fölénnyel nyerték a voksolást akkor. Most másfél év után újra az a kérdés, hogy lesznek-e ismét választások köztársasági szinten. A szerbiai parlamentben többséget alkotó pártoknak nem egyezik a véleménye arról, hogy szükség van előrehozott parlamenti választásokra. Míg egyes haladópárti kormánytagok azt mondják, szükség van a voksolásra, addig az államfő szerint most nem kellene az urnák elé járulni. Naravno da ne mogu da utičem hoće li izbora biti ili neće. Mislim da sam kao predsjednik države dužan da uvijek dam svoj lični stav. I on ne zavisi od mojih interesa, nego sagledavam da li je nešto potrebno ili nije. Ivica Dačić, szerb külügyminiszter, a szocialisták elnöke szerint szerbiai politikai rendszer stabil, ezért ellenzi a rendkívüli választásokat. Bojan Pajtić, a demokrata párt vezetője, a ritka jó döntések egyikének tartja az előrehozott választásokat. Alekszandar Vučić, miniszterelnök ma azt mondta, az ország érdekeit nézi, nem pedig azt, hogy ki áll döntése mellett és ki van ellene. To da li će neko da podrži ili neće, kad je reč o gospodinu Dačiću i o gospodinu Nikoliću i o svakom drugom. Podržali, ne podržali, isto je ukoliko ja podnesem ostavku, izbori moraju da budu. A közvélemény kutatások szerint továbbra is a haladókat támogatják legtöbben. Dicséretes, hogy Szerbia jelentős lépéseket tett az első tárgyalási fejezetek megnyitása érdekében, áll az EU-Szerbia Stabilizációs és Társulási Közös Parlamenti Bizottság múlt heti strasbourgi ülésén megfogalmazott nyilatkozatában. Az Európai Parlament és a Szerbiai Parlament küldöttségéből álló bizottság bátorítja a szerbiai hatalmat, hogy folytassák a reformokat. Deli Andor EP képviselő a Pannon RTV-nek azt mondta, karácsonyig megnyitják a tárgyalási fejezeteket.
Az EU és Szerbia képviselői közötti találkozó a nyílt párbeszéd jegyében zajlott. A közös nyilatkozat szövege kiegyensúlyozott és tartalmazza a mindkét fél számára fontos elemeket, mondta el Deli Andor, európai parlamenti képviselő. Kihangsúlyozásra került például a szerb kormány erőfeszítései, ami a Belgrád és Pristina közötti dialógust illeti. Ez egy sokszorosan dicsért kitételét jelenti a nyilatkozatnak. Továbbá ugyanígy egymásról helyen szerepelt a regionális együttműködés terén kifejtett erőfeszítései a kormánynak. Itt elsősorban a környék országaival kapcsolatos viszonyrendszer javítását kérte meg a vegyes bizottság. A dokumentum ugyanakkor felsorolja azokat a területeket is, amelyeken nagyobb erőfeszítéseket várnak el Szerbiától az unió felé vezető úton, például a sajtószabadság terén, ahol a fokozott öncenzúrára és bulvárosodásra hívják fel a figyelmet. A migráns kérdés kezelése terén is pozitívan ítélték meg Szerbia erőfeszítéseit. Egy héttel később, október 14-e helyett 21-e környékén teszik közzé a Szerbiáról készült országjelentést. Ennek azonban nincs politikai oka, ahogyan azt egyes szerbiai médiumok feltételezték, hangsúlyozta Deli Andor. Az összes előrejelzés azt mondja, hogy egy pozitív jelentésről van szó. A tagjelöltek között talán a leginkább pozitívan méltatott országok közé tartozik Szerbia, ami azért is fontos, mert az idén egy új metodológiai rendszert alkalmazott a bizottság, ami azt jelenti, hogy azon túlmenően, hogy az országot az előző évben nyújtott teljesítményéhez hasonlítja, viszonyítja, azon túlmenően a szomszédos országok, illetve a más tagjelölt országokhoz is viszonyításba helyezi, és ezáltal egyfajta, hogy úgymond, versenyhelyzetet teremt a tagjelölt országok között. 2015 végéig várhatóan megnyitják a csatlakozási tárgyalások fejezeteit, mondta el Deli Andor. A vegyes bizottság és az EP képviselők részéről is optimista vélemények láttak napvilágot ezzel kapcsolatban. Az EU továbbra is elítéli az Assad rezsim szíriai tevékenységét és fenntartja a mérsékelt ellenzék támogatását, derül ki az uniós külügyminiszterek hétfői rendkívüli találkozóján elfogadott zárónyilatkozatból. Az Európai Uniós külügyminiszterek hétfőn rendkívüli ülésen tárgyaltak a szíriai helyzetről és a migránsok körüli problémákról. A találkozó előtt Federica Mogherini, az unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője hangsúlyozta, hogy az orosz hadműveletek Szíriában kulcsfontosságúak lehetnek, azonban ennek vannak aggasztó elemei is, például Törökország légterének megsértése. Ezt az álláspontot képviselte a dán külügyminiszter Christian Jensen is, aki elítéli Oroszország jelenlegi tevékenységét a közel-keleti országban. And we cannot accept that Russian airplanes and Russian cruise missiles are violating the airspace of Turkey. On the other hand, we need to talk to Russia to tell them that they need to be a part of the solution in Syria and fighting Daesh. Instead of being a part of the problem, when they're not coordinating with the rest of the alliance, we have a coalition that is strong, fighting Daesh, and I hope that Russia will start to be a part of that coalition. Oroszország Szíria tevékenységének köszönhetően Bashar al-Assad szíriai elnök csapatai egyre erősebbek és egyre nagyobb területeket foglalnak vissza az ellenállóktól. Ezzel új helyzet alakult ki a térségben. Well, with the participation of Russia, we have a new situation, and I am looking forward to our discussion because it is a game changer in a way, and we have to react to it. And I want European Union to have a credible, realistic strategy on this situation. Az EU vezetői az ülés zárónyilatkozatában rögzítették, hogy Szíria jelenlegi vezetésével elképzelhetetlen a tartós béke az országban, mivel őket okolják a jelenlegi helyzet kialakulásáért. Az EU elítéli, hogy az iszlám állam szándékosan rombolja a kulturális örökséget Szíriában és Irakban, ami a nemzetközi jog értelmében háborús bűn. Az EU továbbra is támogatja a mérsékelt ellenzéket, derül ki a dokumentumból. Azonban mély aggodalomra adnak okot a közelmúltbéli orosz katonai támadások, amelyen nem az iszlám állam vagy más az ENSZ által megnevezett terrorcsoport ellen irányult, hanem például a mérsékelt ellenzék ellen.
Már a 357 ezret is meghaladta Magyarországra lépő illegális bevándorlók száma. A migránsok közül 65 ezren szíriainak vallották magukat. Utánuk afganisztániak, pakisztániak és irakiak vannak a legtömegesebben. Egyre több átutazó érkezik Macedóniából Szerbiába. Csütörtöktől hétfőig valamivel több mint 20 ezer embert regisztráltak a dél-szerbiai Preševóban. A heves esőzések miatt a víz elöntötte annak a presevói kerületnek a pincét és udvarait, amelyben a befogadó központ is található. Ám az objektum egyelőre nincs veszélyben. Nebojša Stefanović újságírók előtt elmondta, Szerbia minden körülményre felkészült. A szerb belügyminiszter szerint Belgrád példásan kezeli a migrációs válságot. Szerbia zaista trudi da pokaže da je ozbiljna pamet. U svim situacijama, od migrantske krize do rešavanja, da kažem, najtežih pitanja. Péntektől vasárnap éjfélig több mint 23 ezer embert fogtak el tiltott határátlépés miatt a magyar hatóságok, közölte a Magyarországos Rendőrfőkapitányság kommunikációs szolgálata. A tájékoztatás szerint közokirathamisítás miatt 6 emberrel szemben indult büntető eljárás. A magyar kormány álláspontja, hogy a Közel-Kelet mellett Észak-Afrikában is támogatni kell azokat az államokat, amelyek szerepet vállalnak a migrációs válság kezelésében, hangsúlyozta Magyar Levente. A Külgazdasági és Külügyminisztérium gazdaságdiplomáciáért felelős államtitkára leszögezte, az észak-afrikai országok kiemelt partnerei lehetnek Európának a kontinens érintő menekült probléma kezelésében. Ezért segíteni kell munkájukat. Az államtitkár hozzáfűzte, ha az Európai Unió kialakítana egy cselekvőképes, katonai dimenzióban értelmezhető fellépést, akkor csökkenne a migráns áradat. A németországi Brémában tömegverekedés volt egy menekült szálláson, a rendőrségnek kellett közbelépni az indulatok lecsillapítására. Több mint 30 menedékkérő esett egymásnak, egyelőre nem tudni, mi váltotta ki az ellenségeskedést. A létesítményben főleg kísérők nélkül érkezett kiskorúakat helyeztek el. A verekedés során két fiatal és a biztonsági szolgálat egyik tagja könnyebben megsebesült. 5 embert őrizetbe vettek. Angela Merkel német kancellár egy tévéinterjúban elmondta, csak is közös erőfeszítésekkel lehet megoldást találni a válságra. Der Bundesrepublik Deutschland habe ich die Aufgabe in einer solchen Situation, die eine außergewöhnliche Situation ist, ich habe gesagt, eine historische Bewährungsprobe, alles daran zu setzen und den Optimismus. A BBC közlése szerint Nagy-Britannia következő 5 évben összesen 20 ezer szíriai áttelepítését tervezi az országba, ám illetékesek úgy vélik, akár 75 ezer menekült befogadására is lehetőség lenne. 97-re emelkedett az ankarai kettős robbantás áldozatainak száma, derül ki a török kormány hétfői közleményéből. A halottak között egy palesztin állampolgárt is azonosítottak. A törökországi hírszerzési források szerint az Iszlám Állam nevű dzsihadista terrorcsoport áll a vérengzés mögött. A helyi hatóságok egy rajtaütés során a dél-törökországi Adana városában őrizetbe vettek 4 szemét, akik gyaníthatóan az Iszlám Állam tagjai. Kormányközeli álláspontok szerint a nyomozásnak vélhetően közel állt a török fővárosban történt kettős merénylethez. A nevük elhallgatását kérő török hírszerzési források úgy vélik, az iszlamista csoport követte el az ankarai robbantásokat. A török belügyminiszter az állam, a demokrácia és a szabadság ellen irányuló atrocitásnak minősítette a kettős robbantást. Szellemi Altinok cáfolta, hogy a biztonsági erők figyelmetlensége vezetett volna Törökország közelmúltbéli történelmének legszörnyűbb vérengzéséhez. A szombati kettős merénylet ugyanis hasonlóságot mutat a szíriai török határ közelében Surut városában júliusban végrehajtott 33 ember életét kioltó bombatámadással. Az ankarai egy összehangolt terrorcselekmény volt válaszul a törökországi menekültáborok európai pénzelésére. Véliföldi László. Én inkább attól tartok, hogy mi nem veszük tudomásul, és nem veszük komolyan, hogy háborúban állunk. Túl azon, hogy Európát megtámadták szó szerint, ugye Európa még mindig egyfajta ilyen a békében használatos módszertant használ retorikában, és főleg cselekvésben, ami még rosszabb hír. Tehát én nem tudom, hogy a NATO csapatokat miért is finanszírozzuk tulajdonképpen mi adófizetők, hogyha Európát nem hajlandók megvédeni úgy, ahogy azt katonailag kellene. A magyar titkosszolgálati szakértő leszögezte, ez üzenet volt, hogy Törökország ne vegyen részt az illegális bevándorlás folyamatának megállításában. Elmondta, a dzsihadista szervezet folyamatosan toborozza európai híveit.
A balkáni országok közül Bosznia-Hercegovinából több mint 200-an, Szerbiából legalább 20-an csatlakoztak eddig a terrorcsoporthoz. Földi úgy látja, komoly veszélyt jelentett ezeknek a szélsőségeseknek a visszatérés Európába. Hozzáfűzte, szörnyűségek végrehajtására is parancsot kaphatnak az eddig a kontinensre érkezett agresszív szabotőrök. A szakértő rámutatott, hogy az iszlám állam szokatlan brutalitással gyerekeket is felhasznál a cselekményei végrehajtásához. Földi László emlékeztetett rá, hogy a migránsok élőpajsként használják a gyermekeket. Nézzük, mi lesz még a híradóban. A Vajdasági Magyar Mozgókép napja alkalmából megkoszorúzták Lifka Sándor mellszobrát Szabadkán. Kikaptak a magyarok és a szerbek is a labdarúgó EB-selejtezők utolsó fordulójában. A leaszfaltozatlan utcákban, a sára leaszfaltozottakban pedig a felgyülemlett esővíz okoz problémát Szabadkán. A külvárosi helyi közösségekben is sokak közlekedését megnehezíti a hirtelen lezúdult eső, és hogy a rossz idő ellenére az infrastrukturális munkálatok miatt feltúrták a várost. Sár és bokáig érő víz. Ez a jellemző most számos Szabadka külterületén található utcára a két napig tartó eső után. A lakosok fel vannak háborodva, a közlekedés ilyenkor szinte lehetetlen. Sztevánia utcájában az autók elmerülnek a sárban. Gumicsizma nélkül pedig csak a vállalkozó szellemű gyalogosok indulnak el otthonról. A nő elmondása szerint 20 éve vár arra, hogy leaszfaltozzák az utcát, amelyben él. Ovo je gore no pre 20 godina. Odvratno je. Jednom reč, odvratno je. Bilo sramota opštinu i sve u opštini nek dođu nek vide ovo. Leaszfaltozott utcákban is okozhat gondot az esőzés, ezek egy részében ugyanis rossz az elvezetés, ilyenkor csak egy jó gumicsizma segíthet rajtunk. Most még csak egy-két napot esett az eső, de a nagyobb esőknél akkor kész probléma. Akkor egész járda víz alatt van, mind ahogy most is ott van, és akkor valahogy itt nem fölmásznak az emberek, meg csónakkal, meg nem tudom milyen. A meteorológusok szerint rengeteg eső fog leesni október végéig, így a leaszfaltozatlan vagy a rossz csatornahálózatú utcákban élőknek marad a gumicsizma. A Martonosi Katolikus templomban vasárnap délután tartották a hagyományos Fatima ünnepséget. A Szűz Mária nevét viselő templomban ünnepi szentmisét tartottak, amelyet Székely János esztergom budapesti segédpüspök celebrált. A szentmisét követően a több száz hívő végig kísérte a Mária szobrot a falu központján, ahol kisvilágító mécsesek mutatták az utat a körmenet résztvevőinek. Az eseményen részt vett Babits János Magyarország szabadkai főkonzulja, Hajnal Jenő a Magyar Nemzeti Tanács elnöke és a Magyar Kanizsai Községi Önkormányzat vezetői is. Példabeszédében Székely János segédpüspök nemzetünk és Európa iránti éppen manapság legkifejezettebb aggodalmáról is szólt, amelyek betegsége belülről fakad. Úgy véli, csak akkor gyógyulhatnak meg, ha megőrzik a hagyományos család szentségét, amely minden keresztény nemzet alapjául szolgál. Sajnos egyre üresebbek a templomok Európában. Egyre kevesebb házasságot kötnek. Rengeteg fiatal van, aki nem is érti, hogy mi ebben a szép. Ez egész életét, egész önmagát végérvényesen, totálisan odaadja. Mintha ez az emberi nagyság már hiányozna belőle, hogy képes legyen és akarja az egész életét odaadni. Egyre kevesebb gyermek születik. A kontinensünk mindenek előtt belülről beteg. A Vajdasági Magyar Mozgókép napja alkalmából megkoszorúzták Lifka Sándor mellszobrát Szabadkán. Több helyszínen 8 kis játékfilmet és dokumentumfilmet láthat a közönség. A Vajdasági Magyar Mozgókép napja alkalmából 5 városban szerveznek vetítéseket október 12-e és 21-e között. Lifka Sándor először vándormozit működtetett, majd 1911-ben nyitotta meg Szabadkán első állandó moziát.
Evétovics Edit, Livka Sándor nevelt lánya szerint édesapja már gyermekkorában megszerettette vele a filmeket és a mozivásznat. Mint mondja, volt olyan film, amit több tízszer is megnéztek együtt. Sokat vitt moziba, az az igazság, és mikor rájött arra, hogy olyan filmeket érdemes nézni, amit a gyereknek is szabad, hát akkor néztünk egy filmet sokszor. Például Chopin élettörténetét, ahol Paul Mooney és Merle Oberon volt a főszereplő, legalább tízszer láttunk. Mert hát ő nem csak a filmet nézte, hanem a zenét is hallgatta. Folytasd. Szabadka mellett Magyar Kanizsán, Zentán, Zomborban és Újvidéken lesznek vetítések. Most már a 104. évfordulója van a mozinak, és hogy igyekszünk minden októberben ezt valahogy megünnepelni, és azzal az alkalommal bemutatni a vajdasági magyar filmalkotásokat, ami nagyon fontos, mert ezekben a nehéz időkben mind kevesebb a film, mind drágább. A rendezvény célja, hogy a legújabb vajdasági magyar filmalkotásokat megmutassák a közönségnek. Az idei filmek rendezői közül nagyon sok fiatal alkotóval találkozhatunk. Négy kisjátékfilmet láthat a közönség, ezeket a vajdaságból elszármazott fiatal rendezők, alkotók készítették, akik már Budapesten a Filmművészeti Egyetemen, azaz szakmai képzésen vannak. Ők lesznek azok a fiatalok, akik gondolom a jövőbe újabb alkotásokra öregbítik majd a vajdasági filmgyártást. Kortárs vajdasági filmeket vetítenek Andrei Boka, K. Kovács Ákos, Kovács István, Goretich Péter, Csubrilo Zoltán, Bicskei Zoltán és Siflis Zoltán rendezésében. A magyar labdarúgó válogatott 4-3-ra kikapott Görögországban az utolsó Európa-bajnoki selejtező mérkőzésén, így Észak-Írország és Románia mögött a harmadik helyen maradt a csoportban. A magyarok legjobb harmadikként még így is egyenes ágon juthatnak ki a 2016-os franciaországi EB-re, ha ma és holnap számukra kedvező eredmények születnek, ha nem, akkor pótselejtezőt játszanak. Gólzáporos mérkőzésen 4-3-ra kapott ki a magyar labdarúgó válogatott Görögországban. Mivel a második helyért velük közvetlen harcban levő Románia idegenben 3-0-ra nyert a Feröer-szigetek ellen, Magyarország a harmadik helyen végzett az F csoportban. Így pótselejtezőt játszhat az EB részvételért. A pótselejtezőt hajtottuk ki. Nem rajtunk múlik, hogy mi most hova fogunk kerülni. Természetesen mi tehetünk az eddigi győzelmekről, az eddigi pontszerzésekről. Ugye nagyon fontos pontokat szereztünk, volt egy olyan 5 mérkőzéses sorozat, hogy nem kaptunk gólt, tehát ez mindenképpen szintén mi vagyunk. Ennyi volt ebben a csoportban. A magyar válogatottnak reális esélye van arra, hogy legjobb harmadikként egyenesen kijusson a 2016-os franciaországi kontinens viadalra. Ha hétfőn Ukrajna hazai pályán nem nyer Spanyolország ellen, valamint kedden Kazahsztán sem nyer Lettország ellen, vagy Törökország nem veri meg otthon Izlandot, akkor Magyarország legjobbjai 30 év után kijuthatnak a 2016-os Európa-bajnokságra. Jó lenne playoff nélkül tovább jutni, mert playoffban erős csapatok lesznek, de... Mekkora spanyol szurkoló lett az elmúlt napokban? Mekkora spanyol szurkoló lett az elmúlt napokban? Én mindig spanyol szurkoló voltam egyébként, szerettem azt a játékot, meg válogatottat, de hát most meg különösen aztán mindenki Magyarországon neki drukkol. Vasárnap az albán, a román, a német és a lengyel válogatott biztosította a helyét a 2016-os Európa-bajnokságon. Így már 16 együttes részvétele biztos a 24 csapatos kontinens viadalon. Szerbia már korábban elveszítette esélyét arra, hogy kijusson az EB-re. A selejtezők utolsó körében hazai pályán 2-1-re kikapott Portugáliától. Eddig tartott a híradó, a legfontosabb hírek jönnek még egyszer röviden. Megkezdődött az idei fűtési szezon, a korai hideg miatt idén korábban indult be a távfűtés Szabadkán. 2015 végéig várhatóan megnyitják a csatlakozási tárgyalások fejezeteit Szerbia és az Európai Unió között. Csütörtöktől hétfőig valamivel több mint 20 000 migránst regisztráltak a dél-szerbiai Preševóban.
Köszönjük figyelmüket, ha még több hírre kíváncsiak, látogassanak el honlapunkra, pannonrtv.com-ra, ahol riportjainkat, műsorainkat is megtekinthetik. Maradjanak velünk továbbra is, viszontlátásra!